Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, szeptember 4-én. A mai napon a hold az Uttara Padra holdházban található. Ez a holdház a mai napon azt közli velünk, hogy tisztítsuk a gondolatainkat, az érzelmeinket. A mai napon hiányzik egy kicsit a levegő eleme, a könnyűség és a döntések, beszélgetések. A Mars bolygó még mindig egy ilyen feszült kapcsolatban áll Vénusz bolygóval, és az kihat a szerelmi élet területére. A férfiakat valami lelkesíti, kezdenek valami újat, vagy vannak új ötleteik. Az is lehet, hogy valamit mondanak meggondolatlanul, és mi hölgyek érzékenyek vagyunk. Előfordulhat az is, hogy megsértődünk, visszahúzódunk, és a férfiak nem tudják, hogy hogyan viselkedjenek velünk szemben. Ahhoz még az is jön, hogy a Mars bolygó, és az utal a férfiakra, egy úgynevezett quincunx aspektusban áll Merkur bolygóval. És itt kommunikációról van szó. Ez a quincunx aspektus azt jelenti, mint ahogy gyakran én példaként ezt mondom is, képzeljétek el, van előttetek egy inga, és valaki megkérdezi, mondjátok meg, hogy melyik irányba fog kifordulni. És mi a válasz? Nem tudom, fogalmam sincs. Lehet, hogy jobbra, lehet, hogy balra, az is lehet, hogy ki sem mozdul. És pontosan így érzik magukat a férfiak a mai napon. És itt kommunikációról van szó. Nem tudják, hogy mit mondjanak, hogy hogyan mondják, hogy egyáltalán közöljenek-e valamit. Fogalmuk sincs. Mivel mi hölgyek, hallani akarunk valamit, és várunk egy hírre, mi látjuk, érezzük az ő bizonytalanságukat, nem tudunk vele mit kezdeni, és ez úgy letör bennünket, szomorít bennünket. De ha megértjük azt, hogy miről van szó, és hogy ez egy átmeneti állapot, akkor így kezünkbe tudjuk venni a dolgokat, és mi hozunk döntéseket, mi beszélünk velük, ebben segít nekünk egy Merkur-Vénusz-szextil kapcsolat. Mi hölgyek okosak vagyunk és diplomatikusak, így rendbe tudjuk hozni a dolgokat. Mivel itt beszélgetésekről van szó, most eszembe jut valami, amit ma reggel olvastam a Mallorca magazinban. Valaki azt írta ebben az újságban, egy férfi az egy szó, egy nő pedig egy szótár. Ez nekem nagyon tetszett, és ezt mondani akartam nektek. De mi ne a szótár legyünk, hanem válasszunk egy középutat. Ne túl sokat, ne túl keveset. És ez volt a mai felvételem, mi szó is, szeptember 4-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!